A közleményből kiderül, a polgármesteri hivatal igazgatási osztálya írásban küld értesítést valamennyi érintett üzletnek és vendéglátóhelynek a kormány által elrendelt rövidített nyitvatartásról. A polgármester utasította a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját, hogy tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, március 17-től valamennyi gyógyfürdő létesítmény fürdő és gyógyászati szolgáltatási tevékenységét határozatlan időre függessze fel. A döntés értelmében az Aquarius élményfürdő, az Aquarius fürdőgyógyászat, a Júlia fürdő, valamint a Hotel fürdőház wellness részlege határozatlan ideig nem fogad vendégeket. A polgármester utasítása alapján március 17-től a Nyíregyházi állatpark sem fogadhat látogatókat. Hétfőtől a Váci Mihály Kulturális Központ, a Józsa András Múzeum, a Kállai Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu szintén nem fogad látogatókat. Március 16-ától határozatlan ideig a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár központi könyvtára, Fiók könyvtárai, könyvtárpontjai zárva tartanak, és a könyvtárbusz szolgáltatás sem üzemel. A meghirdetett rendezvények, csoportos foglalkozások elmaradnak. A könyvek kölcsönzési idejét automatikusan meghosszabbítják, így késedelmi díjat senkinek nem számolnak fel. Március 17-től a Nyír VV Nonprofit Kft. Tulajdonában és üzemeltetésében lévő piacokon kizárólag zöldség, gyümölcs, virág és élelmiszer forgalmazása engedélyezett. Ennek értelmében a Korányi úti Józsavárosi piacon megrendezett régiségpiac március 22-től visszavonásig zárva tart. Az élelmiszerellátás érdekében ezen intézkedés nem érinti a Józsavárosi piac zöldség, gyümölcs és élelmiszer árusítóit. A Tokaji úti zöldség, gyümölcs, nagybani piac, a búzatéri piaccsarnok, a józsavárosi és az örökösföldi piac a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A Nyír VV ügyfélszolgálati helyiségeiben, tekintettel a járványügyi óvintézkedésekre, egy időben maximum 1-3 fő ügyfél tartózkodhat. Az önkormányzati bérlakásoknál ideiglenesen megszüntetik a személyes díjbeszedést, helyette csekken fizethetők be a bérleti díjak. A Nyírségvíz ZRT személyes ügyfélszolgálati irodái, köztük a Nyíregyházi ügyfélközpont március 17-től további rendelkezésig zárva tartanak. A Nyírtávfő ügyfélszolgálatán megszűnik a személyes ügyfélfogadás. Az ügyeket online és telefonon lehet majd intézni. Online ügyfélszolgálat www.nyirtavfo.hu, telefonos ügyfélszolgálat 42-es körzet 314-433, e-mail nyirtavfo@nyirtavfo.hu, éjjel-nappal hívható hiba bejelentésük telefonszáma 42-es körzet 451-644. A távhőszolgáltatás továbbra is zavartalanul működik. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ügyfélszolgálatain a Bokréta utca 22, valamint a Korányi Frigyes utca 3 szám alatt a személyes pénztári befizetés szünetel, és megszűnik a hulladékgyűjtő edények és más eszközök raktárról történő értékesítése. A regionális hulladékkezelők, köztük a Szállási úti, kizárólag a hatályos hulladékkezelési szerződéssel rendelkezőket fogadja. Felfüggesztésre kerül a Hulladékért Virágot akció. A hulladékszállítási közszolgáltatás a megszokott járatrend szerint történik. A Nyíregyházi Kantémusz kórus felfüggeszti a próbákat, és valamennyi meghirdetett koncert és előadás elmarad. A polgármesteri hivatal továbbra is arra kéri az ügyfeleket, hogy a telefonos vagy az elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben. Személyesen kizárólag előzetes időpontfoglalást követően jelenjenek meg az ügyfélszolgálaton. Erre a célra használhatják az egységes időpontfoglalási rendszert a hatósági jellegű feladatot ellátó osztályok vonatkozásában, amely mobilappon és a www.nyiregyhaza.hu weboldalon is elérhető. A polgármester arra kér minden nyíregyházi családot, hogy segítsék az idős hozzátartozókat, szomszédokat, amiben csak lehet, a szükséges élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében. Arra kéri a szülőket, hogy az iskolai távoktatás során a diákok valóban az otthonaikban tanuljanak, ne szervezzenek csoportos programokat. Ugyancsak a társadalmi felelősségvállalás szellemében a játszótereken kerüljék a nagyobb csoportosulásokat. A játszóházak figyelmét felhívja, ne fogadjanak nagyobb létszámú gyermekcsoportokat. A polgármester kéri a kertvárosi övezetekben élő lakosságot, hogy a levegő minőség megóvása érdekében kerüljék a nyílt színi kerti hulladék égetést. A Városháza ismételten felhívja a lakosság figyelmét a helyzet higgadt és felelősségteljes kezelésére, a személyes higiéné fontosságára és arra, hogy az óvintézkedések betartása közérdek, amiért mindenki személyes felelősséggel is tartozik.
A városvezetés által felállított operatív munkacsoport folyamatosan elemzi a helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket hoz és tesz azokra javaslatot. Ahogy eddig, úgy a jövőben is rendszeresen tájékoztatják az esetleges változásokról a nyíregyházi lakosságot. Kérik, hogy a hiteles és aktuális információkat kísérjék figyelemmel a koronavírus.gov.hu weboldalon, valamint az önkormányzat által kiadott sajtóközleményekből.